Jó reggelt! Ma megint egy reggeli videó. Ma is csinálok egy kaját, egy gyors kaját. Egy hete édes volt, ma úgymond sós lett. Megköszönöm a utolsó videó alá sok kommenteket, meg lájkokat a főzős videóra. És ebből most láttam, és ahogy mondtam, nagyon nagy igény, mert sok lájkot kapott. Ezért minden héten egyszer csinálok egy reggelit nektek. Megmutatom, hogy hogyan lehet tényleg gyorsan reggelit főzni, ami finom is. Amit szeretném mondani, ne sózzátok a kajátokat, semmit sem, mert már elég só van önmagában a kajában, amit veszünk. Túl sok só nem jó, nem egészséges, és köti a vizet a bőr alatt. Szóval a formáknak se jó. Akkor megmutatom, hogy mi lesz. Oké, hogy látjátok, tojás, három tojás, sárgáját is fogom beletenni, mert az a legfontosabb, a sárgájában a tojásnak van a legfőbb fehérje, meg ásványok, vitaminok, meg nyilván van egy tojásban 6 g zsír, de ezek terjedtetlen zsírsavak, ami a szervezetünknek nagyon kell. Babot fogok beletenni, ez egy 250 g bab, és azért, mert kevés benne a kalória, csak 110 g szénhidrát van bár benne, és annyi kell, 6 g rost, és sok a fehérje. És én ugye tartom a formát, kb. 3200 kalóriánál tartok, és nem akarok, nem eszek rizset szinte, mert abban sokkal több a CH tésztában is, inkább babot eszek, és más hüvelyk termékeket, bab, lencs, stb. Mert többet tudok enni tömegben, és mégis kevesebb kalória. És a hüvelyk növényekről is fogok egy videót csinálni, Németországban mindenki ezt használja a diétára, mint a krumplit is. Itt meg valahogy évente egyszer esszük a lencsét, és különben nincs jó híre a hüvelyk növényeknek, pedig egészséges nyilván. Aki más mond, az, sorry, az valamilyen pro-science-ra jön, hülyeségekkel jön, de arra egy külön videó lesz. Amit még szeretnék mondani, hogy hozzá eszek még egy ilyen kenyeret, folkon, teljes kiülésű kenyeret, ugye sok magyar mindenhez kenyeret eszik, ha ezt a kenyeret nyugodtan, ilyen teljes kiülésű kenyeret, egy szelet 70 g, 150 kalória, 10-20 g szénhidrát, sok a rost benne, ezt fogom így összekeverni, és most összekeverem a cuccot, és utána megmutatom, hogy mi a végeredmény. Oké, na, beletettem a cuccot, a tojást, feltöltem, és most még hozzáadom a babot. Előtte kicsit kimostam, mert vannak ilyen összetevők, tartósítószer, az inkább nem muszáj, hogy benne maradjon. És hozzáteszem a babot. És ez egy 2-3 perc, és kész is a tojás. Szóval én magamnak 3 tojást tettem be, aki tömeggel, vagy többet eszik, vagy nagyon gyors anyagcseréje van, te többet is be. Egy tojás 80 kalória, egy közepes méretű, abban van, a közepesben 7 g fehérje és 6 g zsír. Szóval ez nekem most összesen a tojásból eredt egy 240 kalória, és 21 fehérje, ami nagyon értékes. Aki mindenki tudja, a biológiai, van az a biológiai táblázat, és a biológiai értéke, és a tojásnak a legtöbb 100. Az a természetes határ a 100. Több nem is megy. Szóval nagyon értékes a tojás is, és most mondok egy-két dolgot a babhoz. A babban is, ugye, sok a rost, sok a fehérje, ahhoz képest, hogy egy növényi kaja. A vitaminok, ásványok, oké, ez is van benne, és ami jó a babban, hogy ez a szénhidrát, ez olizaharin, az azt jelenti, hogy nem több szörös szénhidrátok vannak benne, 3 és 9 között. Szóval több láncú szénhidrátok, és ez azt jelenti, hogy nem egyszerű cukor, hanem lassan szívódik fel. Lassan szívódik fel, plusz a rost. Szóval elterít sokáig, nem leszünk gyorsan éhesek. Nyilván ez az oligozaharidokat
a belünk, aki nem eszik sűrűn ilyet, akkor jönnek azok a fel vagyunk fújódva, és stb. Stb. Egy idő után megszokja a szervezetünk, egyeseknél nehezebben, de ez a max, ez a mellékhatás, ezért ez sok embernek kellemetlen. Akkor ki kell találni, hogy hány, mekkora az a adag, amitől még okés vagyok. Nekem ettől a 200, ettől egy adagtól, amiben van 200, ne, töltötöm meg 250 g, attól nincs nagy problémám. Szóval miért mondom, nagyon értékes a bab, ásvány, vitaminok, értékes fehérje is van benne, és a szénhidrát is kevés benne, és ami van, lassan szívódik fel. Szóval két-három szót még, a bab bélrák ellen jó. Akkor diabetes ellen jó. Mert ugye lassan szívódik fel. A glikémia indexet lent tartja. Most ezt megeszem, ettem szénhidrátot, de nem megy fel. A fehérjéstől felmegy a glikémia index. Jó, kész a kaja. Most még, ahogy már mondtam, egy ilyen megeszek egy szeletet, ez most félbe töltem már, egy szelet ilyen teljes kiélésű kenyér, de nektek nem muszáj. Aki nem szereti a kenyeret, ehet hozzá pufaszott rizst is, abban nekem több a CH, ebben sokkal kevesebb, vagy akármit abonett kenyeret, vagy így önmagában a babbal, ja még vörös hagymát is be lehet tenni, azt most nem tettem időhiánya miatt, és most meg fogom enni. Szóval én betettem három tojást, egy ilyen doboz adag vörösbabot, ez lencsével is lehet, és más hüvelyk növényekkel. Próbáljátok ki, reggelire is nagyon jó, napközben is. Ennyi volt, és nyugodtan a kommentekbe írjátok be, vannak még kérdések, és hello!